Nehéz a boltokban olyan lebomló zsákokat vásárolni, melyekbe a zöld hulladékot gyűjthetjük, pedig az FKF csak ezeket szállítja el. A készlethiány most különösen zavaró, hiszen ősszel felpörögnek a kerti munkák és szaporodik a lehulló falevél is. Televíziónk is több jelzést kapott a hiányról, így utána jártunk, mi okozza ezt. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kerti zöld hulladékgyűjtő zsákokat folyamatosan megvásárolhatták, és jelenleg is megvásárolhatják két ügyfélszolgálati irodánkban. Az egyik a 9. kerület Ecseri út 812 szám alatt található, a másik a 2. kerület Fő utca 47 szám alatt, de folyamatosan megvásárolhatók voltak, és ahogy említettem, az ügyfélszolgálati irodák esetében a lakossági hulladékgyűjtő udvarokban is. Ebből 17 található Budapesten, és a 4. kerületben is van 2, mégpedig az Ugró Gyula sor 1-3 szám alatt, valamint a Zicsi Mihály, illetve István Telki út sarkán. Az Újpest Televízió két újpesti barkácsáruházat is megkeresett, de egyikben sem volt készleten zöldzsák. Az FKF szerint ugyanakkor, ha a boltok rendelnének, tudnának nekik szállítani ilyen zacskókat. Elmondták azt is, hogy a hulladékudvarokban ki mennyi zsákot vásárolhat. Ez arra szolgál, hogy minden érdeklődő vásárolhassa. Ez pedig egy lakossági ügyfél számára egy nap 50 darab, a közös képviselők számára, akiknek egyébként a megválasztási jegyzőkönyvet be kell mutatnunk, hogy valóban egy társasháznak a közös képviselői, ők 100 darabot vásárolhattak egy nap, és a vállalati ügyfelek ugyancsak napi limitje pedig 50 zsák. A zsákokat tehát a hulladékudvarokban is az ügyfélszolgálaton lehet megvásárolni, minden további információ elérhető az FKF honlapján. A Spár a hét közepén azt mondta, napokon belül helyreáll a készlethiány. A Praktiker áruház válaszában biztosított, hogy a zsákok elérhetők. A központi számon azonban azt a félvilágosítást kaptuk, hogy az újpesti áruházban továbbra sem lehet kapni. Az OBI nem kívánta kommentálni a készlethiányról szóló híreket.